Mészárosék adóssága 30 millió forintra nőtt tavaly áprilisra, amikor a házon kívülnek interjút adtak. Pedig mindössze 13 milliót vettek fel 7 éve a 70 négyzetméteres házra, amelyben két gyereket nevelnek. Teljesen kilátástalannak látták a helyzetüket. Elmegy valamennyiért a ház, mondjuk a gyárverésen, és marad a tartozás. Életük végéig. Az igen. Biztos, persze. Sőt, öröklik a gyerekeink, és ezt is megmondta a bank. A Mészárosékhoz hasonló helyzetben lévő családoknak jelentett volna óriási segítséget a kisebbi kormánypár politikusai által bejelentett változás. Előbb Soltész Miklós, a KDNP alelnöke, majd Hollik István országgyűlési képviselő beszélt arról csütörtök délelőtt, hogyha egy árverés után maradna még tartozása a lakáshiteleseknek, akkor azt a bankoknak el kell engedniük. A bank eladja az ingatlant, adott esetben a tulajdonosnak, viszont a banknak még marad, illetve hiteladósnak még marad tartozás, azt a banknak el kell engednie. Csak hogy a két bejelentés után nem sokkal felkerült a parlament honlapjára a törvénymódosítás. Ebben pedig ennek semmi nyoma. Kerestük a KDNP-t. Hollik István elismerte, hogy valóban nem szerepel a szövegben a fennmaradó tartozás elengedése. Miszerint a bankoknak nem el kell engedniük, hanem elengedhetik a fennmaradó tartozást. Volt olyan része is a reggeli bejelentésnek, amit nem kellett helyesbíteni délutánra. Eszerint árveréskor nem lehet engedni majd az értékbecsülő által megállapított árból. Legalábbis egy évig, és utána is csak maximum 20%-ot. Az MSZP szerint a KDNP-s javaslat csak tüneti kezelése a volt devizahitelesek problémáinak, amiket épp az Orbán kormány konzerválta jelenlegi kilátástalan állapotban. Szinte a 24. órában benyújtották azt a javaslatot, ami az elárverezésen, annak problémáin enyhít. De még egyszer mondom, az igazi megoldás az lett volna, hogyha a mi javaslatainkat elfogadva kedvezőbb áron, nem piaci árfolyamon forintosítják a devizahiteleket. Jelenleg 145 ezer olyan hiteles van, aki 90 napnál régebbi tartozás görget maga előtt. Ebből 15 ezer lakás vár árverezésre, ráadásul a héten megkezdődhetnek a kilakoltatások is, miután szerdán lejárt a moratórium.